de mindig azért próbálkozom, hogy nyávogjál valamit, hogy a gazdinak meg tudja mutatni, hogy még jól vagy, és élsz, ugye. Na. Meg a malacok így jók, mert ők szoktak így újízni, és akkor őket is így leszoktam fényképezni, meg kis videót csinálok, hogy azért megvannak. Elnézést a zavarásért, a Bevesitelek Pálmának vagyok az anyukája, és június elején beadtam a másodfokra a kérelmemet, és csak azt szeretném megkérdezni, hogy mikorra várható, hogy elbírálják. Fogalmam sincs, ön mondta, hogy a másodfokra adta be, tehát az sokkal hosszabb, mint az első fok eljárása. Nem tudom, fogalmam sincs, mikor fognak választani. Mert hogy a papíromon az volt, hogy 60 nap alatt elbírálják. Lehet, de azt a határidőt nem tudja senki tartani. Aha, értem. 6 éve halt meg a Pálma apukája. Igazából el se jutottam addig, hogy ő meghalt, hogy most mi lesz velem, hát itt hagyott egy csomó adósággal. Gyermeknek az volt a gondja velem, hogy a lakást rendezzem, az összes adósságot fizessem én ki, anyámtól szabadíjak meg, tehát nem sikerült elhelyeznem sem kórházban, sem idősek otthonába, és így a Pálmát meg, hát január 16-án elmentek érte az iskolába, és akkor elvitték. Amikor mentem ugye a gyámhivatalnokkal az iskolában, mert ugye én akkor is könyörögtem neki, hogy megteszek mindent, csak ne vigye el most. Ő nem tud mit csinálni, mert a papírja már ott van, és hogy vegyek erőt magamon, és segítsek a Pálmának abban, hogy ezt jól viselje. Viszlát! Végre nem. Ott nem lehet annyira megölni. Igen. Abban reménykedtem, hogy hetek alatt ugye véget ér, mert megpróbáltam mindent, amit ugye mondtak. Teltek ugye a hetek, a hónapok, és még mindig havonta kétszer találkozhatunk. Jött a járvány, akkor telefonon tudtunk ugye egymással beszélni. Amikor volt az engem karanténbe, akkor is a telefonban mondtad, hogy még kirúbb a koromba, megígérted nekem, hogy mindig vigyázni fogsz. Megszülettél, és akkor sose fogom elfelejteni, és ott voltál az ágyamon, és megpuszíltalak, és mondtam így, hát, hogy soha nem foglak elhagyni, mindig számíthatsz majd rá. Nálam nem jobban. Nagyon fokasod rajta. Még nevetni is csak igazából lehet tudom. Amikor olyan vagyok, olyan idétlen vagyok, tudom én azt, de még veled, még azt is csak így veled tudok igazán. Az ide jöhet majd az ajtóhoz, mondjuk. Nézd, ahogy bejössz, itt látod a fényeket. Igen. Na, úgy sem.